A művelődési központok számára az év során vannak kiemelt időszakok, mikor a szokottnál több vagy éppen nagyobb programot kell megvalósítaniuk. A nyári fesztivál szezon mellett talán a második legsűrűbb időszak a december, amikor egy egész hónapon át a karácsonyra hangolódás zajlik. Így van ez Sátoraljaújhelyen is. Karácsony közeledtével, az adventi hétvégék szervezése mellett természetesen a kicsikre, a gyerekekre is gondolunk, és már megszokott dolog, hogy olyan gyerekprogramokat szervezünk, ahol a mozivetítést, karácsonyi ajándékok, díszek készítésével, játszóházzal, illetve kézműves foglalkozással kötünk egybe. Ezért tettük ezt a mai napon, így szombati napon, hiszen már jövő héten nagyon közelít a karácsony, és így jobban ráérnek a kicsik mellett a szülők is, hogy eljöjjenek. Ilyenkor hagyományosan egy matiné vetítéssel kezdődik a program a moziban, melyet a játszóház vagy kézműves foglalkozás követ. Ez korábban a pódiumteremben volt, most azonban a karácsonyi hangulatba öltözött Latabár kávéház adott otthont neki. Ebben a meghitt környezetben, szép karácsonyi zene mellett várjuk a gyerekeket. Nagyon örülünk neki, mert nagyon szép számmal jöttek, kicsik, nagyobbak, felnőttek kíséretével, szülők kíséretével lehet készíteni ajándékokat. Lényegében mondhatom, hogy kollégáim is ugye pedagógus végzettséggel rendelkeznek, tehát nem áll tőlünk távol, hogy ezeket kitaláljuk. Először előtte elkészítettük a minta díszeket, ajándékokat, és itt egy kis begli, illetve forró teja mellett, kínálása mellett. Reméljük, hogy elég sokáig itt lesznek szombati nap folyamán, úgyhogy örülünk neki, hogy eljöttek. Sok gyermek kíváncsi volt a foglalkozásra, a legkisebbektől a nagyobbakig. 6 és 4 éves gyerkőccel érkeztem, 2 kislányom van. Nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket. Most már az óvodában is elég sokat vesznek ilyeneken részt. Nagyon szeretik, mert tényleg színvonalasak ezek a rendezvények, és olyan dolgokat tudnak itt a kézműveskedésen csinálni, amit esetleg otthon annyira nem. A Kossuth Lajos Művelődési Központ még idén is és jövőre is egész évben várja változatos program kínálatával az érdeklődőket.